A titkos szolgálatok felügyelete elnöki hatáskörben marad, így döntött a moldovai alkotmánybíróság. Ítélete előzményeként a parlament kivonta az ellenőrzést az elnök hatásköréből, és saját maga alá rendelte a titkos szolgálatok felügyeletét. Az alkotmánybíróság indoklása szerint a december 3-án elfogadott törvénnyel megfosztották ugyan az államfőt felügyeleti jogaitól, érvekkel azonban nem támasztották alá döntésüket. Az alkotmánybíróság egy Európa-barát képviselő panasza nyomán vizsgálta felül a törvény elfogadását. A törvényjavaslatot a leköszönő orosz barát elnököt támogató szocialisták terjesztették be. Dodon megbízatása december 23-án ér véget. Helyét a novemberben megválasztott Maia Sandu veszi át.